szeretetnek és készségnek mélyebbről kell fakadnia. Úgy látom, még a józan belátás sem elegendő hozzá. Érvelhetünk ugyan logikus módon amellett, hogy a puszta észszerűségre hagyatkozva is belátható, hogy jobb, erkölcsösebb, biztonságosabb, tehát hasznosabb és kényelmesebb életet hozhatunk létre, ha egymás tiszteletben tartását, az egyenlő emberi méltóság elfogadását tesszük a társadalmi együttélés alapjává. A logika ezzel megelégedhet, a valóságos hús-vér emberi élet számára azonban ez a belátás nem elegendő. Nem elegendő, mert a kölcsönös tisztelet kultúrájának győzelméhez olyan ősi emberi ösztönöket kell megzabolázni, letörni és megszelidíteni, mint az irigység, a cinizmus, a hatalmaskodás és a viszálykodás. Gyarlóságom tudatában sem mondhatok, sem én, sem kormányom mást, mint hogy erőfeszítéseket fogunk tenni, hogy mi magunk, kormányzásunk során hozzájáruljunk a kölcsönös tisztelet kultúrájának terjedéséhez és szárbaszökéséhez. Tudom, hogy ezen múlik kormányzásunk minősége. Olyan nincs, hogy rossz fa jó gyümölcsöt hozzon. Lehetsz-e segítségére másoknak, lehet-e életed áldás, ha nincs meg benned a harmónia önmagaddal és a világgal. Ezért tisztelt ház, kormányzásom alatt azon leszek, hogy Magyarország ne tévessze össze a gyávaságot az alázattal, a félelmet az okossággal, az engedékenységet a megértéssel. Ne tévessze össze a kényelem szeretetet a békeszeretettel, a tétlenséget a szelídséggel és a középszerűséget a mértéktartással. Hiszem, hogy ezen fordul meg a magyar nemzet jövője. Hívom önöket, legyenek társaim e lélegzet elállítóan nagyszerű munkában. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megköszönöm Orbán Viktor miniszterelnök jelölt úr előterjesztését. Tisztelt Országgyűlés, igen, tisztelt elnök úr, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor a rendelkezésre álló időkeretből 30-30 perces időkeretben. Ezek közben 2 perces felszólalásokra nincs lehetőség. Megadom a szót Navracsics Tibor úrnak, Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Tisztelt köztársasági elnök úr, tisztelt házelnök úr, tisztelt képviselőtársaim! 2010. április 11-én és április 25-én 6-szor rendeztek szabad választásokat Magyarországon. 6-szor dönthetett Magyarország választó közönsége, hogy kik irányítsák az ezt követő években Magyarországot, kik alakítsák a jövőjét. Mégis ez a 6. választás, ez kiemelkedik a sorból. Nem csupán fél tucat választást tudhat maga mögött most Magyarország, hanem ebben a sorban van egy kiemelkedő választás is, amely talán leginkább az 1990-es választáshoz hasonlítja a 2010-es országgyűlési választásokat. Alapozó választás ez. Olyan alapozó választás, amely eredményéből adódóan azt sugallja mindenki számára, aki a közügyekben részt vesz, a közéletben részt vesz, hogy valamilyen új szakasznak, új korszaknak kell következnie a magyar politikában. Új korszaknak kell következnie, hiszen minden eddigi választási eredménynél egyértelműbb a választópolgárok üzenete. Talán csak az 1990-es alapozó választáshoz hasonlítható az eredmény, hiszen akkor egyértelműen üzenték meg a magyar választópolgárok, hogy szakítani akarnak a szocializmussal, szakítani akarnak a szocializmust hagyományait folytató pártokkal, és egy új, demokratikus és szabad Magyarországot akarnak, nyugatias demokráciával, több pártrendszerrel és szociális piacgazdasággal.
És most 2010-ben is egyértelműen üzentek a választópolgárok. Azt is megkockáztatom, hogy még egyértelműbben, mint 1990-ben. Hiszen 1990-ben sokan panaszkodtak arra, hogy viszonylag alacsony volt a részvétel. Nagy volt a közöny a választások iránt, sokan nem mentek el szavazni. 2010-ben nem mondhattuk azt, hogy alacsony lenne a részvétel. És nem mondhattuk azt sem, hogy a választópolgárok iránymutatása számunkra ne lett volna egyértelmű. Akár kormánypárti, akár ellenzéki oldalon is foglal helyet a képviselő. Kétharmados felhatalmazást kapott az országgyűlésben a Fidesz-KDNP pártszövetség. Kétharmados felhatalmazást annak ellenére, hogy a választási kampány utolsó részében az ellenzéki pártok már csak azzal kampányoltak, hogy a kétharmad veszélyeire hívják fel a figyelmet, és azt tanácsolják a választópolgároknak, hogy a Fidesz ellen szavazzanak, nehogy a Fidesznek kétharmada legyen. Nos, a választópolgárok meghallgatták az ellenzéki pártok intelmeit, és úgy döntöttek, hogy kétharmados többséget adnak a Fidesz-KDNP pártszövetségnek. Köszönet ezért! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselőtársaim, nyílt kártyákkal játszottunk. A választási kampányban is azt mondtuk, hogy kis többség, kis változás, nagy többség, nagy változás. A választópolgárok számára nem volt zsákba macska, hogy mi következik a választások után. A választópolgárok pontosan tudták, hogy a szavazataikkal csökkenthetik, vagy növelhetik a változások mértékét. Csökkenthetik, vagy növelhetik annak a felelősségnek a súlyát, amelyet a jövő kormányzó pártjainak majd viselniük kell. És a választópolgárok úgy döntöttek, hogy növelni akarják a változások mértékét, alapos, gyökeres változásokat akarnak, és nagy felelősséget akarnak adni a kormányzó pártoknak. Íme a kormányprogram alapja egy kétharmados parlamenti többség, egy olyan új korszakhatár, amellyel Magyarország sorsát ismét a jó irányba terelhetjük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyértelmű a politikai helyzet. Egyértelmű a kétharmados felhatalmazás. Egyértelmű, hogy Magyarország 20 év után ismét egy korszakhatárt lép át. Egy elemző a minap az egyik televíziós műsorban azt mondta, hogy őt ez a kormányprogram leginkább karakterét tekintve az Antal kormány kormányprogramjára emlékezteti. Valóban a szituáció egy kicsit hasonló. 20 év után ismét megnyílik a lehetőség, hogy szakítsunk mindennel, ami eddig rossz volt, ami bénította a magyar politikát, és végre ismét megnyithassuk a bővülés fejezetét, ismét megnyithassuk a szabadság fejezetét, és ismét megnyithassuk a jólét fejezetét. Ezt azonban csak akkor tudjuk megtenni, csak akkor tudunk új korszakot kezdeni, ha van világos világképünk, világos értékrendünk, és világos képünk a jövő Magyarországáról. Tisztelt képviselőtársaim, Bernhard Vogel, a Német Kereszténydemokrata Unió nagy öregje, egyszer egy beszélgetés során azt mondta, hogy egy pártnak soha nincsen új programja. Mindig azt a programját valósítja meg, amelyet megalapításakor megfogalmazott. Csak mindig a korhoz igazítja, a kor követelményeihez igazítja. Így van ezzel a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, és a legrégebbi magyar demokrata párt, még létező demokrata párt, a Kereszténydemokrata Néppárt is. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség 1988. március 30-án azért alakult meg, hogy Magyarországon demokrácia legyen, Magyarországon piacgazdaság legyen, olyan ország legyen Magyarország, ahol a politika és a gazdaság nem a kevesek, hanem az egész nemzet javát szolgálja, a közjót szolgálja, ahol a politika és a gazdaság szereplői azért munkálkodnak, hogy a köz gyarapodjon. 22 éve történt ez, és azt mondhatjuk, hogy a Fidesz küldetése mind a mai napig ebből áll, illetve abból a fogalompárból, amelyet 1998-ban úgy fogalmaztunk meg, szabadság és jólét. Magyarország az 1990-et követő első